Üdvözlök mindenkit újra! Megint F-14-jel repülünk, és a mai videónak a témája az a levegőben való üzemanyag újratöltés lesz. Úgyhogy most nem támadunk semmilyen fajta földi célpontot, meg semmit se lövünk le, meg nem is szállunk fel sehonnan se, hanem a KC-130-as gépről fogunk üzemanyagot kérni. És ennek a folyamatát fogom most bemutatni, hogy ez úgy nagyjából hogyan néz ki. No, ugye jelen pillanatban ugye előttünk van a KC-130-as, 11 kilométernyire. Elsősorban lépjünk velük kapcsolatba rádión keresztül. Ugye, hogyha lenyomjuk itt az ő betűt, akkor ugye megjelenik jobb felső sarokban a kis menü. Hát a rádiós menü per pillanat, és ugye oda van írva, hogy tanker. F6-os. Ha én lenyomom az F6-ot, ugye akkor bejön egy másik menü, ahol ugye a repülőtereknek a rádió frekvenciái vannak felsorolva. Úgyhogy ergo, így a pilóta nézetéből a rádió összekapcsolás az valamiért nem működik. Fent a YouTube-on láttam egyébként, hogy voltak emberkék, akik megcsinálták, így pilóta nézetből is. Viszont én nem értem még a mai napig az egészet, hogy most mit, hogyan kell kapcsolgatni. A rádióval van összefüggésben egyébként, de én meg még a rádiót még abszolút nem tanultam itt a repülőn. Úgyhogy hogyan tudjuk ugye összekapcsolni ennek az infónak a hiányában az F-14-et a KC-30-assal. Nagyon egyszerű, átülünk a másodpilótához, és lényegében itt nyomjuk le az ő betűt, és itt csatlakozunk rá. Jó, hogyha ez is megvan, akkor visszaülhetünk a pilóta nézetébe, és lényegében ugye most már összekapcsolódtunk a KC-130-assal ugye rádióban. És egyelőre rádiót nem használjuk még, úgyhogy F-12-vel kilépek ebből a menüből. Jó. Ugye hogyan készítjük fel az F-14-et a tankoláshoz? Ugye a szárnyokat, azokat le kell fixálni, úgy kell lefixálni, ugye, hogy ne legyenek behúzva, tehát legyenek folyamatosan kinyitva. Lényegében most kivesszük az automata módból a szárnyokat, manuálra rátesszük. Tehát fogjuk, felemeljük a kis fedelet, és ezt a sárga tolókart ezt csak simán felengedjük, most ugye átálltak a szárnyok manuális vezérlésre, úgyhogy teljes egészében ugye ki vannak nyitva. Erre ugye azért van szükség, mert ugye behúzott szárnynál nincs akkora nagy felhajtóerő, tehát nem éri akkora nagy felhajtóerő a repülőt, ergo kisebb sebességnél átesésbe kerülünk és lepottyanunk az égből, viszont így, hogy a szárnyak ki vannak nyitva, így azért keletkezik felhajtóerő szárnyak körül, és ugye ennek köszönhetően nagyon-nagyon lassan is a levegőben fogunk tudni maradni. Jó. Ugye, ha most megnézzük, 458 km/h-val megyünk. Hát igen, a KC-130-as az meg 426-tal, tehát elég lassan repül. Hogyha ez is megvan, akkor belépünk a beállítások menübe. Nem beállítások, vagyis hát a billentyűzet kiosztásokhoz. És beírjuk a keresőbe, hogy brake. Nagyon jól írtam. Ez a kettő opció kell nekünk. Ez ugye azt mondja, hogy bal control plusz B betűvel a zuhanó fékeket kiengedjük. A bal shift plusz B betűvel pedig a zuhanó fékeket ugye becsukjuk. Itt fontos ugye azt megemlíteni, hogy a bal control plusz B betűvel mindig csak részlegesen nyílik ki a zuhanófék, tehát egyszer megnyomjuk, akkor csak ennyire nyílik ki, a még egyszer, akkor csak ennyire, a még egyszer, akkor ennyire. Tehát így lépcsőzetesen így fel van osztva az egész, a bal control plusz B betűvel, tehát ezzel az opcióval, viszont hogyha lenyomjuk a bal shift plusz B betűt, akkor egy az egyből ugye becsukódik. Jó, zuhanófékre azért lesz szükségünk, mert szerintem így könnyebb azért megtartani ezt a sebességet, tehát a KC-130-asnak a sebességét, mert így kicsikét bátrabban lehet azért a hajtóművekkel játszogatni, tehát nem annyira kényes a repülőgép.
a hajtóműveknek a teljesítményére, hogy egy kicsikét ugye az ember egy nagyobb löketet ad a hajtóműveknek, akkor nem fog annyira ugye megugrani előre, úgyhogy lényegében a K130-asnak esetleg neki ütközzünk, vagy ugye elhagyjuk. Na, hogyha ez is megvan, tehát megvannak a szárnyak, megvannak az zuhanó fékek, ezután van egy gomb, egy kapcsoló, megállítjuk a játékot, tehát van egy kapcsoló, itt a bal oldalsó műszerfalon, egészen pontosan refuel probe. Ez tulajdonképpen, ugye ez fogja kiengedni majd a repülőgépnek az órából, tehát ezt a kis csövet, amivel ugye csatlakozni fogunk a KC-130-asnak a kiengedett tömlőjéhez. Ja, nem tudom, hogy tömlőnek-e hívják-e hivatalosan azt a cuccot, amin ugye majd érkezni fog az üzemanyag. Mindegy, nevezzük tömlőnek. Visszatérve a kapcsolóra. Ha ezt a kapcsolót most egyszer felkapcsoljuk, tehát úgymond középállásba helyezzük, akkor az azt jelenti, hogy a repülőgépnek csak a fő üzemanyag tartályait fogja feltölteni a KC-130-as, és lényegében ennyi. Ha még egyszer rányomunk a kapcsolóra, tehát nem középállásba, hanem teljes egészében ugye felkapcsoljuk, akkor az azt jelenti, hogy elvileg, hogyha én is jól értettem a külföldi videókból, akkor ugye elvileg a repülőgéphez csatlakoztatott külső üzemanyag tartályokat is fel tudjuk tölteni, valamint ugye a repülőgépen lévő összes üzemanyag tartály is teljes egészében ugye fel lesz töltve. Tehát lényegében elvileg akkor csurik feltöltődik a repülőgép üzemanyaggal, hogyha ezt a kis kapcsolót teljes egészében a legfelső pozícióba helyezzük. De egyébként itt ide is van írva ugye, hogy al, tehát az összes tartálya töltődjön ugye fel neki üzemanyaggal. Jó, tehát lényegében most fogjuk, kiengedjük a kis csövet a repülőgépnek az órából, és azután van itt egy gomb, ugye per pillanat, ugye ezen a utolsó előtti gombra van ugye rákapcsolva a repülő, tehát air search bot engine, de nekünk az kell, hogy air search left engine, tehát majd még ezt fogjuk mindjárt bekapcsolni. Jó, tehát akkor mutatnám, elindítjuk a játékot. Jó, rákapcsoljuk a kapcsolót. Left engine. Jó, és hogyha ez megvan, akkor kiengedjük a kis csövet a repülőgépnek az oldalából, vagyis hát a repülőgépnek az elejéből. Jó, lényegében most ugye így nézünk ki. Így néz ki ugye az F-14-es kívülről. Jó, hogyha ez is megvan, akkor most adunk neki egy kis teljesítményt azért a hajtóműveknek, hogy ezért beírjuk a KC-130-ast. És hogyha majd utolérjük, akkor a többit fogom mondani utána, hogy mi hogyan van. Nem tudom egyébként, hogy hozzá-e fogom tudni csatlakoztatni az F-14-et a KC-130-ashoz, mert nagyon-nagyon nálam az F-14 úgy nagyon-nagyon billeg, hogyha meg ezt úgyis meglátjátok, most így hiába mondom. Tehát vagy nekem nem olyan a kézügyességem, amilyennek kéne lennie, vagy a joystick a rossz, nem tudom. Jó, kiengedjük a zuhanóféket, mert már gyorsabban repültünk, mint a KC-130, és ugye felhúzom a gépnek az órát, ezáltal ugye lelassulunk, megvárom még, hogy a KC-130-as elhalad alattunk, és aztán vissza lenyomjuk neki az órát, tehát sebességet gyűjtünk, és megpróbálok rácsatlakozni majd a KC-130-asra. Jó, hajtóműveknek naftát óvatosan adunk. Jó, és hogyha majd már nagyon-nagyon közel leszünk a KC-130-ashoz, akkor tulajdonképpen rádión szólunk nekik, hogy az üzemanyag tömlőt azt legyenek szívesek kiengedni, mert már megvan ugye az a fajta közelség, ami ugye kell. Tehát most, hogyha szólnék nekik, hát szólhatok nekik,
De így van, de nem történik semmi, mert még ugye távolabb vagyunk. Jó, visszavesszük a hajtóműveket. Jó, ez még mindig nem jó. Még egyszer megpróbáljuk. És most kapjuk meg az üzemanyag tömlőt. És lényegében erre kell majd rájátszani valahogyan az F-14-et. Most én egy pár percig azért megpróbálkozok rácsatlakozni. Lényeg ugye, hogyha rácsatlakozunk, akkor ugye jön az üzemanyag az F-14-be, megvárjuk, míg feltöltenek a tartályok, és lényegében lecsatlakozunk ugye a KC-130-asról, visszaállítjuk a műszereket a kiindulási alaphelyzetbe, és ennyi, folytatjuk tovább a küldetést, a repülést, mindenfajta gond és probléma nélkül. Tehát igazándiból így néz ki az egész. Így van, vagy olyan gondoltam, hogy megint ez lesz, mert én ezzel már órák óta, hogy szórakozok, és egyszerűen nem akar jó lenni. Mert igazándiból, hogyha hozzá tudnánk csatlakozni, és hogyha akkor így hirtelen egy másodpercre gyorsabbak lennénk, az még nem probléma. De ameddig nem csatlakozok hozzá, hát addig gáz az egész. És ugye ezt mondtam nektek, hogy nagyon-nagyon billeg az egész gép. Nem tudom, hogy mi miatt. Mondom, lehetséges, hogy csak az én joystickom a rossz. Meg... meg ugye nekem nem olyan a repülési stílusom. És hát ugye még jóval többet kéne gyakorolni. Jó, visszaveszük a hajtóműveket. Megpróbáljuk megint. És megpróbálom azt, hogy kicsit lejjebb megyek. És akkor úgy, hát ha működne a sztori, de nem fog. Bakker. Igaz, most az imént majdnem sikerült. Megpróbáljuk megint. A műveket vissza. Nem lesz jó, nem lesz jó. El nem tudom képzelni egyébként, hogy a francia nem lehet rácsatlakozni. Pedig egyenesen tudom tartani ugye a gépet. Csak egyszerűen ez a KC-130-nak a sebességét felvenni az F-14-re, szerintem ez az, ami úgy buktatója ennek a sztorinak. Per pillanat most ugye távolodik is a gép, mert én még lassabban megyek. Na, megpróbáljuk újra. Hát ez nem fog menni. Tehát most már itt repülök már, vagy 10 perce. Bakker, majdnem meg volt. Ez pár centi múlott. Szerintem átváltok fegyverzetre, és a KC-130-ast azt én most ledarálom.
Hogy már csendben, Justin, mert kiugrasztalak innen. Az nem tudom egyébként, hogy ez valóságban is ekkora nagy szívás, hogy csatlakoztatni így a gépet. Vagy könnyebb, de azért úgy kíváncsi lennék, hogy... Hogy mondjuk azért egy valódi vadászpilótát azért erről megkérdeznék, hogy... Hogy ez itt tényleg ekkora nagy szívás ezt megcsinálni? Hát ez... Ez küldetés sikertelen kategóriába tartozik most bele. Tehát az a gáz, hogy én megpróbáltam volna nektek megmutatni, hogy ez hogyan néz ki, de... De nem sikerül egyszerűen. De alapjában a beállítások azok ugye így néznek ki. Amiket ugye mutattam a videónak az elején, aztán hát azt tudom csak mondani nektek is, hogy gyakoroljátok. Mert ez azért fontos, hogy azért az ember tudja, mert hogyha esetleg egy olyan user küldetésben vagyunk, ahol mondjuk sokat kell a levegőben lenni, és mondjuk egy küldetéspont az, hogy a levegőben újra tankoljuk a gépet, akkor azért az ember tudja újra tankoltatni a repülőgépet, vagy akár, hogyha mit csinálunk, ugye olyan küldetés, ahol ugye a levegőben kell újra tankolni a repülőgép. Volt, hogy én is csináltam már olyan küldetést, ahol nagyon-nagyon sokat kellett a levegőben lenni, és le is kellett szállni a reptérre üzemanyagért. És ugye az azért az úgy kényelmetlen, itt meg simán, hogyha az ember a levegőben meg tudja tankolni a gépet, az meg azért kényelmesebb. Jóval kényelmesebb, természetesen. Hát ez nagyon gáz. Jó, hát az én nem. Ezt szándékosan csináltam. Hát ez nem. Nem sikerült ezt összehozni. Meguntam. A lényeg egyébként, hogy ez így néz ki. Tehát elméletben ugye ezeket kell bekapcsolni, ugye az F-14-em, hogy... Tehát ezeket a beállításokat kell megcsinálni az F-14-en, hogy tudjunk levegőben ugye tankolni. És hát ugye ezen felül természetesen ugye rengeteget kell gyakorolni, mert lehetett látni, hogy én most az imént ott voltam fent a levegőben 10-15 percen is keresztül. Volt egy-két olyan pillanat, mikor majdnem rá tudtam csatlakozni, aztán mégsem. Tehát nagyon-nagyon sokat kell vele játszani, nem beszélve arról, hogy egy nagyon-nagyon pontos joystick sem árt egyébként ehhez már, mert itt vagy az én joystickom nem volt a jó, bár mondjuk egyenesen tudom tartani a gépet, vagy az én kéz mozdulatom a nem megfelelő, tehát többet kellene gyakorolni, nem tudom. Próbáljátok meg ti is, aztán írjátok meg kommentbe, hogy sikerült-e nektek, vagy ugyanez a helyzet. Úgyhogy várom a hozzászólásokat. Hát ezért köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek jó játékot, sziasztok!